Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható a halak jegyénél április hónapban? Lesznek fontos beszélgetések. Itt érzelmekről lesz szó. Vagy te vagy nyitott ezekről a dolgokról beszélni, vagy ő beszél érzelmekről és tervekről. Április 1-én új hold van. Az azt jelenti, légy visszahúzódó, és gondolkodj el azon, hogy ki hogyan befolyásolja az életedet. Április 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt gyógyító erőről van szó, egészségügyi témákról, vagy rendezhetsz valamit körülötted. Április 30-án újra új hold van, légy visszahúzódó, és gondolkodj el azon, hogyan tudod befolyásolni a helyzetedet, hogy előre menjenek, folyamodjanak a dolgok. Ügyelj a saját érzelmeidre. Itt a te energiádról van szó, a halak jegyéről, és ebben a csillagképben két hal van, két irány. Mindkettő kihat az érzelmekre. Az egyik irány mutatja a félelmeket, a bizonytalanságot, ez gátol téged. Tedd át magad a félelmeken. A másik irány, a másik hal, az jelenti a pozitív érzelmeket. És az a bizalom, a szeretet, a hit, az önbizalom, és ezekkel az érzelmekkel segítesz azon, hogy minden jóra forduljon, előre menjenek, folyamodjanak az események. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti a te erődet, de a lelki társadat is. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak még korlátozások, de Szaturnusz bolygó segíthet, hogy itt kialakuljon valami. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Ez szerencsét hozhat, hiszen egy álom megvalósul, ha hiszel benne. De ha egy bírósági ügyről van szó, és ez lehet Jupiter bolygó hatása alatt, akkor Neptun bolygó nem jelent valami jót, hiszen ebben a helyzetben valaki becsap téged, vagy minden olyan átláthatatlan. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz együtt hat, itt beszélgetésekről, változásokról van szó. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó hat együtt, szerencse a szerelemben, egy álom megvalósulhat, egy kreatív tevékenység, Neptun bolygó hatása alatt megvan az intuíció, az inspiráció. Április 30-án Jupiter bolygó és Vénusz bolygó hat együtt, ez szerencse a szerelmi élet területén, de mivel Jupiter bolygónál minden olyan nagy és nagyobb az esemény, az kihat ránk most hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó bennünket, hölgyeket szimbolizál, és fontos az, hogy ne túlozzunk el semmit. Ezen a napon, április 30-án van egy nap Finsternisz, és Finsterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Ezen a napon, tehát április 30-án Plutó bolygó megáll egy pillanatra, itt lezárulnak bizonyos dolgok a múltból, utána visszafele halad, az jelenti a múltat, gyakran kármikus témákat. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, szeretném felhívni a figyelmedet arra,
hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam. Minden hónapban megrendelhető, és a díjam 3500 forint. És most megtekintjük ezt a kivetést. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen az utal a havi témára. Itt ez a könyv jelenthet egy könyvet, például, mert ez a könyv fontos számodra. De jelenti a tudásodat, a tehetségedet, a bölcsességedet, vagy egy továbbképzést. Ez a könyv gyakran a titkokra utal, amikor valami olyan zárkózott, olyan rejtett, valaki nem beszélt nyíltan veled a múltban. Ez a téma utalhat a téli hónapokra, hiszen a könyv alatt megjelenik a hegy, és az mutatja a telet, vagy előfordulhat az is, hogy ezt te átélted fél évvel ezelőtt, hiszen ez a felhő fél évet jelent. Gondolj vissza arra, hogy mi történt fél évvel ezelőtt, mert itt voltak titkok, és valaki megbántott téged, erre utal ez az ostor, és a felhő nem csak az időt jelenti, hanem azt, hogy annak idején minden olyan átláthatatlannak tűnt. De áprilisban meg lesznek újra ezek a kapcsolatok, ami szerencsét hoz. Itt kiderül az igazság, ezt jelenti a nap és a virágcsokor, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés, egy meghívás vagy egy ajándék, és ez a kála virág tisztáz valamit, tehát mindaz, ami olyan átláthatatlan volt a múltban, mert valaki eltitkolt előled valamit, az is lehet, hogy neked voltak titkaid, elmondtad másnak, és elárultak téged. Ez a helyzet visszatér hozzád, vagy ez a személy, de itt kitisztul, tisztázódik valami. Az is lehet, hogy ez a személy bocsánatot kér tőled, és itt lesz ez a virágcsokor, ez a meglepetés, vagy meglátogat téged, és kapsz tőle virágot, vagy ajándékot. A következő sarokkártyán megjelennek a gólyák, amik utalnak változásokra. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, de ha te egy nő vagy, te is ebbe az irányba tekintesz. Közted és közte itt van ez a gyermek. Ez lehet egy kisbaba születése is, hiszen a gyermek és a gólyák ezt jelenthetik. Vagy, amit ez a gyermek még jelent, a gyermekeken kívül az ártatlanság, a fiatalos kisugárzás, vagy jelenthet egy új kezdetet. Ez a férfi itt jelenik meg a képen, és a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt jelenti ez a hajó a remény, tehát megvan az a remény, hogy itt lesznek változások, és azok a korlátozások és nehézségek, amit ő átélt a téli hónapokban elmúlik, és itt megvan a hűség, a barátság, a kapcsolatok, a szerencse, és a nap jelenti az igazságot, az életerőt, a vonzalmat kettőtök között, és itt látható a park, ami jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Amit ez a hajó még jelenthet, ezek a külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek internet kapcsolatok is, vagy utazások. És ez az út jelenthet egy belső utat is, egy lelki utat, egy lelki kapcsolatot itt kettőtök között, mély érzelmekkel, hiszen ezt jelenti ez a hold. Uralkodik az érzelmek felett. Amit ez a torony még jelenthet, a félelmek,
a bizonytalanságok, amikor úgy fogva érzitek magatokat ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és ez nagyon nyomasztó, ezt jelenti ez a hegy ilyen helyzetben, és kerestek egy kiútat, egy lehetőséget, itt a remény, és ezek a változások fognak bekövetkezni, és a nehézségek elmúlnak, hiszen itt van fölötte a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, te figyeled ezt a férfit, megvan köztetek a kapcsolat, ez a közelség, itt lesznek változások, egy új kezdet. A fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. A hold az jelentheti az anyukádat, az anyai érzelmeket, a gyermekkori emlékeket, de itt még vannak fájdalmak, hiszen ezt jelenti ez az ostor. De hamarosan lesznek itt szép gondolatok, amit a virágcsokor mutat, az jelenti a nőiességedet, a szépségedet, vagy hogy megszépítesz valamit, nem csak ami téged illet, hanem ami az otthonodat illeti, megszépítesz valamit az otthont illetően, vagy javul a családi kapcsolat, amit ez a virágcsokor még jelenthet, egy kreatív tevékenység, vagy egy meglepetés, egy ajándék. És ezt meg fogod hozni, hiszen a hold jelenti ezt a fogamzást. Ez nem csak egy kisbaba születését jelentheti, hanem megkapod mind azt, amit te szeretnél, amit te elképzelsz, amit elérni szeretnél az életben. Ami a szerelmet illeti a kapcsolatot kettőtök között, a hold jelenti a mély érzelmeket. A következő sarok kártyán itt van a kulcs, vetkezed be ezt a kulcsot, légy magabiztos. Ez jelentheti azt is, hogy kinyílik itt számodra egy ajtó. Ezek a lehetőségek. Itt a múltban voltak hamisságok, vagy egy hamis személy. Ez a kígyó jelenthet egy nőt, és itt van a hamisság. A kígyó mellett itt van ez a horgony, ami utal a munkára, a hivatásra, tehát ez a nő lehet egy hamis kolléganő is, de itt vannak az utak, és ez a sarló, az azt jelenti, hogy ez a nő eltávolodik tőled, vagy lesz munkahelyi változás nála. Az élet utatok, az más irányba fog menni. A kassa eltávolítja ezt a hamisságot, a kassa, illetve ez a sarló eltávolítja ezt a nőt is, úgyhogy elbúcsúztok egymástól, és ezeket a hamisságokat, ezt a hamis nőt a munkahelyet illetően le tudod zárni, ebben segít neked ez a koporsó. És mindaz, ami eddig olyan mozdulatlan volt, és voltak nézeteltérések a múltban, ezt eltávolítják az egerek. Hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek felfalják ezt a csendet, amikor nem történik semmi, azon kívül az egerek felfalják a rókát, tehát eltávolítják a hamisságokat a környezetekben, különösen ami a munkahelyet illeti, de az egerek el tudják távolítani az erőt is, és az azt jelenti, hogy április végén fáradt vagy, kimerült, kell a mozgás, ez lehet sport is, és valami változik a munkát illetően, ez a kígyó jelentett mellékutakat, vagy azt is, hogy itt meg lesz a gyógyító erő, vagy ez a te hivatásod, és itt döntéseket fogsz hozni, hiszen az utak jelentik a döntéseket.
A következő sarok kártyán itt van a szív, az jelenti a szerelmet, itt is döntések lesznek, ez szerencsét hoz. A kereszt jelenti a hitet, de azt is, hogy van egy karmikus szerelem kettőtök között, amikor a sors utatok itt kereszteződik, azt is jelenti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és itt is döntésekről van szó, az utaknál szintén döntésekről van szó. Ez kihat a szerelemre, de mind arra, amit kedvez. Itt lesz egy fontos hír, vagy szerződés, beszélgetések, és a csillagképek jelentik a szerencsét. Szerencse a szerelemben, szerencse az anyagiakat illetően, és itt van a kellemes meglepetés, itt tisztázódik valami, ami az otthonodat jelenti, a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy a szülői házat, a családot, a rokonokat, és itt lesz egy új kezdet, tisztázódik valami, ami szerencsét hozhat. Ez a csillagkép jelentheti a spirituális dolgokat is, mint például asztrológia vagy kártyavetés. Ez pénzt hoz a házhoz, lehet, hogy ez a hivatásod, hiszen a csillagkép kapcsolatban áll ezzel a horgonnyal, és a horgony jelenti a munkát, a hivatást, ez az erő, itt előre mennek a dolgok, itt van a gyógyító hatás is, ez is lehet egy terület, ami érdekel téged, vagy itt lesz munka, amit otthonról végzel, vagy alapítasz valamit, és ez egy magánvállalkozás. Itt vannak még félelmek, bizonytalanságok, mert félsz attól, hogy valaki becsap téged, de legyen meg az életerőd, és legyen meg ez a magabiztos tartás, hiszen itt kinyílik számodra egy új ajtó, ezek a lehetőségek. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható. Itt lesz tudás, továbbképzés, kapcsolatok, szerencse. Valaki eltitkolt valamit előled a múltból, itt vannak fájdalmas emlékek. De lesz újra kapcsolat, egy hír, beszélgetések, a sors utatok újra kereszteződik. És ez szívből jön, vagy kihat a párkapcsolatra, a szerelmi élet területére, ahol itt már látható a szerencse és a döntések. A halak nem csak az anyagiakat jelentik, hanem a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Második hét, április hónapban itt látható. Itt vannak még korlátozások, nehézségek, ami a baráti kört illeti. Lehet, hogy valaki itt eltitkol előled, vagy előle valamit, de hamarosan itt a szerencse, kiderül az igazság, lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, az is lehet, hogy valamit megszépítesz a külsődön, az otthonodon, itt van a tisztaság, és az anyagiak javulnak, hiszen itt a szerencse, ez lehet egy nyeremény is, és hozol fontos, komoly döntéseket, ami szintén szerencsét hoz számodra. Harmadik hét április hónapban itt látható. Itt vannak még korlátozások, ami a külföldi kapcsolatokat, utazásokat illeti. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt a remény, hogy javulni fog a dolog, ezt meg is kapjátok, és így előre mennek a dolgok, itt van az életerő, és ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, amikor le tudtok horgonyozni. De azért legyetek óvatosak ezzel a nővel, hiszen a kígyó lehet egy nő, és itt van a háttérben ez a hamisság.
de lesz itt gyógyító erő. A fa jelenti ugyanúgy, mint a horgony azt, hogy keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat. Utolsó hét, április hónapban itt látható. Itt lehet egy kisbaba születése, vagy itt lesznek változások. Ő megváltoztat valamit a külsején, vagy a fellépésén. Kettőtök között itt van a gyermek, ez utalhat gyermekekre, vagy az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Itt van a nyilvánosság, az utazások, ez a belső út, mély érzelmekkel, ez kihat rátok, tehát kihat a szerelemre, kihat erre a párkapcsolatra. A múltban voltak itt hamisságok, ez a nő hamis volt a háttérben, vagy a te életedre hatott ki, vagy rá hatott ez ki. De ez a hamisság, ez a kapcsolat ezzel a hamis nővel elmúlik, mert a koporsó ezt lezárja, az egerek segítenek abban ezt a nőt eltávolítani, és itt van a sarló, az is arra utal, hogy elvágja ezeket a kapcsolatokat, elvágja ezt a hamis nőt, és akkor itt van a gyógyító erő. Valami változik a munkahelyen, lehet, hogy így mellékutakon, de olyan hirtelen itt van egy stabil munkahely, és ez a kulcs jelenti azt, hogy légy magabiztos, azon kívül itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, de ezzel a kulccsal bezárhatsz egy ajtót is, és lezárod a kapcsolatot ezzel a hamis nővel, vagy ő zárja le ezt a kapcsolatot a múltból ezzel a hamis nővel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!